Nem is kellett tartódnak az emberek segítsége. Hét próbás pokolfajzatokat hívott és dologhoz látott maga is. Varázsereje követ hasított, vasat izzított, gerendát emelt, tornyot rakott, és úgy tűnt, a vár nemhogy első kakas szóik, de már éjfél előtt meg lesz. A cél egyszerű, a mondákat és legendákat ki kell mozdítani a pókháló mögül. Ez a gondolat indította útjára egy évtizeddel ezelőtt a székelyföldi legendáriumot, amely azóta a Kárpát-medence szerte közismert brandé vált. Az egyre bővülő csapat a legendagyűjtemények mellett már a Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai komplexumát, a több mint 100 műemléképületet bemutató Mini Erdély Parkot és a legelső székelyföldi rajzfilm stúdiót is létrehozta. Gyakorlatilag a nulláról nyitottuk annak idején a stúdiónkat. Sokan azt hitték, hogy elindult a stúdió, és már is rajzfilmgyártásba kezdtünk. Hát ez nem így volt. Nyilván én így szerettem volna, de kellett a felkészülés és a tanulási idő, ez az alap mindennek. Egy duális képzést kezdtünk el a stúdióba indítani. Amerikából hoztunk szakembereket, Budapestről is jöttek neves szakemberek, akik a csapatot tanították. Azt a mindenségét! Jégdárdák! Ezt nem fogja kibírni a védőburok! Szörmanó, pajzsod fel! Na nézzünk oda! A székelyudvarhelyi rajzfilmstúdióban egymás után születtek a székelyföldi legendárium újabb és újabb epizódjai. Az animációs sorozat legújabb évadában már világszínvonalú rajzfilmekként elevenednek meg a mondák, legendák, amelyek hamarosan a világ jelentősebb nyelvein is megszólalnak majd. A magyar gyermekeknek több száz éves magyar mondákat, legendákat dolgozunk fel, és ami a legfontosabb cél, hogy ezek a magyar történetek szétfussonak a világ más televízióiba is. És ez nekünk a célunk, nem akarjuk megmenteni a világot, de hozzá akarunk járulni a világhoz azzal, hogy a mi kultúránkat is megismerjék. A székelyudvarhelyi rajzfilmstúdióban közel 200-nyian dolgoznak a 10 perces részből álló rajzfilmsorozaton, amelyben a két főhős, Zete és Rika, Szőrmanó és Nagyapó segítségével menti meg a mondákat, legendákat az ördögtől. Ez volt nagy kihívás, hogy a lófejet megmintázni. Erre jön majd egy arany textúra. Ezt a tárgyat az ördög nagyon-nagyon meg akarja kaparintani magának, mert ha iszik belőle, akkor eléri, amit szeretne, és ezt a gyerekek nagyon-nagyon meg akarják akadályozni. Úgyhogy ők majd visszaszerzik tőle, ha minden igaz. De ez majd kiderül, hogyha megnézik a részt a gyerekek. A székelyudvarhelyi rajzfilmstúdióban folyamatosan készülnek az újabb és újabb forgatókönyvek, storyboardok, modellek, karakterek, helyszínek és hátterek. Ha minden a tervek szerint halad, jövőre már láthatjuk a teljes sorozatot. Felséges Bab király, a legenda mentő csapat szolgálatra jelentkezik! Üdvözöllek királyságomban! Elkél a vitézi segítség! Harcra készen állunk! Ha egy gyerek megnézi nemzetközi szinten bármelyik országban ezt a legendáriumot, elgondolkodik azon, hogy kinéz az ablakon, és ott egy domb, és annak hú, vajon nincs egy legendája, vagy ott egy erdő, annak nincs egy legendája, és hogyha utána jár, utána néz, valószínűleg kiderül, hogy de. Hogyha ő tudja, akkor elmeséli másnak, és akkor az a legenda újraél. Tehát igazából ezt jelenti a legendák megmentése. Éppen ez a székelyföldi legendárium legfőbb célja. Az ősi történeteket modern rajzfilm sorozatként ismerjék meg a következő generációk, és akárcsak a sorozat főhősei, a Kárpát-medencei legendárium is bevarangolja a nagyvilágot. A varázspaszúj átemelt titeket a Kárpátokon, és már is otthon lesztek. Ránk ezután is számíthat, felség! Minden jót, vitézeim! A tavasz hírnökei lettünk! Na így, immár ünneplik is a csángók a tavaszi újjászületést.